Nekem körülbelül így a világot jelenti az, hogy Isten szeret, hogy van valaki, aki feltétel nélkül szeret, úgyhogy hogy a világ tele van elvárásokkal, és mindenkinek meg kellene felelni, és mindenki csak azt várja, hogy ilyen legyél, vagy olyan legyél, de fantasztikus érzés az, hogy már most, amilyen vagy, úgy te szeretve vagy, és el vagy fogadva. És ez egy felszabadító érzés a számomra, hogy nem kell ilyenné vagy olyanná válnom, hanem lehetek önmagam, és ezzel, hogy ez létezik, ezzel inspirálva vagyok arra, hogy jobbá váljak. Úgyhogy nekem ezért mondom, hogy a világot jelenti az, hogy Isten szeret, és úgy szeret, ahogy vagyok.